Hello! Nos, azt találtam ki, hogy úgyis végigjátszottam ezzel a játékkal, Kerbállal. Vigyük ki, mondhatjuk a legnehezebb, hogy hívják, beállításon. Hogy bárki kérdezné miért, mert nem mondtam azt, hogy majdnem. Egyrészt mert azért, mert science-en lesz karrierje, nem akarok szenvedni. Egy jó játékmód, de én nem szeretek, hogy is mondjam, utolsó fillérekért kitalálni valami olyat, ami a játékban talán működni fog, és el is veszi a játéknak a hitelességét, hiszen ezek általában tönkretehetik magát a, hogy mondják, ilyen igazságot, valóságot, hogy lehet ezt mondani. Nos, Welcome Hardra, szóval nem lesz semmiféle elmentés, csak a játék által automatán, és azok a kerbálok, akik vannak olyan rossz sorsuk, hogy egy felrobbannak, bármiben azok úgyis maradnak. Csak annyit fogok ilyen téren átváltoztatni, hogy kicsit felviszem a rewardokat. 10. Legyen így, mínusz 20% az alaptól, mint látható. Kérdezik, miért nem lesz max, egy kicsit legyen nehezebb, de kérdezik, akkor miért nem hagyom úgy, hát azért, mert a játéknak van egyfajta kezdeti rész, amikor nagyon szenvedni kell, hogy szerzél bármit, és az teljesen elveszi az értelmét. Mert nem is teljesen, hanem szinte összeset. Csak össze-vissza beszélek most. Na szóval, jó, ez legyen. Várjál, mit is jön? Mindegy, ez nem lesz, nem lesz. Nem lesz, jó. Szóval, advanced, hát igazából csak azt fogom beállítani még, hogy... Na szóval. Igazából, milyen nagy részét tudom, mit jelent a többit, meg nem érdekel, emiatt legyen így. 80%-os bónusz, nincs visszatérítés, és ugye mivel kasztümön van emiatt, mondhatjuk, hogy nem hardon viszem ki, de valljuk be azért az a plusz 20% izé, mondhatjuk így, az nem fog sokat számítani. Na mindegy, kezdjünk is bele? Jó, ez lesz név legyen. Legyen már valami jó neve. Kerbál. Milyen jó izé legyen. Várj most. Esküszöm, becsukom a szemem és választok egyet. Melyik? Ja. Hol van? Ez? Királó. Majomok. Jipi! Na, megvan ez. Jó kis játékészítős logó. Kerbál. Igen, ezt ki lehet vágni a videóba. Mi legyen? Ez a játéknak az egyik fő boss fightja. Azon kívül nincs boss fight ebben a játékban, mert ez nem egy harcolós játék. Itt max azzal harcolsz, hogy ne verd szét a géped, miután a játék úgy dönt, hogy neki ez így jobb. Kicsit távolabb állítom a mikrofon, mert ide hallom, hogy belefújok. Bocsánat ezért. Mi legyen? Ne is legyen benne, hogy Kerbál. Rakéta. Rakétarontás. Ez jó, ez jó. Onnan tudjuk, hogy mindjárt. Igen, nem tudom ez mit csinál, miért ilyen. Nem tudom, beállítottam valami, valamilyen fajta beállítást, mert úgy vagyok, hogy akkor legyen a maxon a gép. Igen, köszönöm szépen a süketülést, ez a videóban még durvább lesz, szóval várjál, audio, voices, music, UI, ambience, yeah. Így jó? Másodpercet kérek, csak nézem. Jaj, nem is hallatszik, most nézem. A felvevő programban ki is állítottam ezt, hogy ne is legyen. Há, milyen jó vagyok. Na, nulla izén van, és semmi nincs. Mit csináljunk a profi? Hát nyilván épít egy egyszerű rakétát. Igazából ez a videóknak a legrepetitívebb része, mivel nagyon kevés benne az opció. Szóval... Tadá! Így, egyszerű lesz. Ja, meg tényleg ne is felejtsük el. Így, még ki is tud nyúlni érte menet közben. Ilyen jó.
Na, bárki kérdezi, ez nyilván egy több részes lesz, nem fogom egyben letolni a játékot speedrunból, mert most elvesztettem a speedrunt, hiszen mennyit, kb. Szerintem rengeteg időt elvesztegettem azzal, hogy csak próbáltam izélni játékot szerencsétlenkednivel. Na szóval, tadá, ki is állítjuk ezt, ez nem is kell igazából, stabilizálja magát. Ez durva egyfajta gyorsulás, majdnem kiakad a méter, ha be is lenne állítva, vagy szerintem be, el is álljulnak a kárbálok, nem tudom, alapból be van állítva a nehézségnél. Ha elájulnak, az baj, mert az azt jelenti, hogy így ez fogja csinálni az űrhajó. Nyilván ennél rosszabb lesz most, nehéz leprodukálni ez, de kb. Ez fogja csinálni. Na, mivel ez ugye, itt nem kell megvenni jobb dolgokat, szóval csak el kell érni emiatt itt. Az a szerencsénk van, hogy van ilyen, hát tudjátok, ki is ír, hogy milyen magasan fogsz leesni, meg stb. Stb. Utálom, hogyha az nincs benne, azt teljes mértékben nem szeretem. Nem, egyszerűen értem a szuper néz olyan embereknek, akik ilyen szuper nehezen játszak a játékot, azt el lehet csinálni, de most egy videóban, hát érted, elszomorodsz, és már elrontottam. Na mindegy. Szóval azon gondolkozok, hogy hát ez megéri. Hú, ez baj lesz, ez le fog szakadni. Ez le fog szakadni. Nem? Jó, akkor nem. akkor még nem kell szomorkodnunk. Na, nyílják ki. Jó. Tadá. Ja, igen, ezt nem kéne csinálja, mert lehet felrobban az űrhajó, aztán szegény pilótánk, vagy asszonyutánk, vagy... Igazából ez még pilóta, hiszen még ki se jutottunk. Hát még utasszállítóknak se vagyunk ilyen izé. Hát még a polgári repülés magasabban járt, mint mi. Na szóval, hát ez rohadt kevés, szóval legyen még egy... Na, kis vizet. Jó lesz az ivóvíz. Elképzelem, hogy előkap egy üveget, azt óceánt. Aztán mondják a tudósok, hogy persze ez tök jó, ebből tudunk rakétát építeni. Csak vonszoljuk ki magunkat a parthoz, és nem is kell hozzá rakéta. Na. Igazából itt nincs sok opció, legyen ez kicsit kifinomultabb, és legyen ez már kicsit erősebb. Na, így már izék, filler huszárok. Hát dehogy kell nekünk, igazából mi is viszont a földre. Editelőjén vagyok itt, még na, ilyenkor nem tudtam, lesz, hogy ez mekkora baj lesz. Csinálom. Na, addig nézzétek, majd kiderül. Kéne most megy, hát egy jó ideje már. Eddig élvezted, akkor, hát akkor mutasd már légy, hogy élvezted, mert elszomorodok. Mindegy. Jó. Tudod mit, ezt be se állítom. Minek? Ezt meg minek veszem fel? Hát úgyse így irányítom ezt most még. Könnyen ki lehet számolni, hogy a gyorsulásból, hogy rohadtul gyorsak vagyunk. Szóval, ja, elértük a puska sebességnél bőven gyorsabbat. Lassan már olyan gyorsak vagyunk. Na ja, most már túl gyorsak vagyunk. Hupszi-dupszika. Ajaj, ajaj, ajaj. Jó, kiállj. Ez le fog törni. Le fog... Le, nem törik le. Oho! Kinek kell profi űrhajó? Hát figyeljétek már, meddig jutottunk. Kis ugrás. Szegény asszonyot egyébként, mert ez már az, hogy nem. Ja nem, nem, még nem, mert kéne egy két kört. Mindegy. Na ja. Igazából, ha figyeljétek, mutassak egy profizmust. Nézzétek. Láttátok? Megugrott egy pár métert. Hát miért? Hát mert az űrben minden erősebb. Persze, hogyha működik az űrben, miatt így tudunk ilyet csinálni. Mi a kapszulának nincs rendes tartóhelye miatt, csak így lebeg össze-vissza. Szegényke meg így próbál boldog maradni, tudva, hogy a minőségi összerakás talán egybe marad. Vagy nem. Nem tudjuk még. Bőven nem. Egyébként ez lehet egy tanuló videó is, hiszen kb. Úgy ezt csinálja egy kezdő is, nem kell ezt pusztán nézni a videót, csak látod a másik, mit csinálsz, lemásolod. Működni fog. Nem bonyolult egyáltalán. Igazából a kerbában ez a jó. Tudod, bonyolultan és nem bonyolultan csinálni, te döntöd el. Tényleg. Másik plusz dolog benne, hogy tök vicces. Már nézzük meg. Annyi elrejtett humor van a játékban, hogy igazából kevés, de azon kívül viccesek a leírások. La 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 la. Na, kérdezi bárki, miért nem gyorsítok? Hát nem fogok. Most minek már. Na, felé ez vége. Gondoljatok be, hogy ez már magas. Innen leesni nem kellemes. Őszintén nem is tudom, hogy egyáltalán... Hát szerintem nem, még szél lehet számolni, milyen gyorsan mennél, de... Halljuk be, változókkal nem jó számolni. Kérdezi bárki miért, hát szellő, meg a légmozgás, meg bla 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 bla. Hú.
Milyen nyugodt egyébként, hogy tökre így elizélnék itt. Aludnék. Csak persze éljek vissza egyben, és élve. Szóval, ja, így kéne aludni, érted? Még bele is esek az ágyba. Aztán nyomkodhatjuk ezt, de sokkal nem megyünk vele. Néhány dolog, bárki kérdezi, nem, nincsenek ezzel külsős dolgok letöltve, ez full stock a játék, de DLC-kkel, szóval az fontos tudni. Szóval vannak olyan dolgok, amit ha nem veszed meg a DLC-t, nem kapsz meg. Ő lehet mondani, hogy kicsit pénzélyesség, de úgy vagyok vele, hogy anélkül is megcsináltod. Szóval, ja. Csak kicsit nem olyan fán. Jó, hát végül is megértem a stúdiót végül is. Igaz, hogy elég busására van így a játéknak, de úgy, hogy kijött már a folytatás, így. Aki, én szerintem még mindig az egynél maradok. Amíg nem lesz játszható a másik, addig csak erről lesz, izé. Mármint, valljuk be, a másikkal alig lehet játszani. Mert így megunod, hamar. Nincs benne tartalom. Nézzétek, milyen gyors vagyok? Oho, leggyorsabb kéz. Olyan gyorsan egérkedek. Á, és persze, hogy elmondtam. És hát meg csinálhatnánk igazából ilyet, de nem akarok szegénynek most szomorúságot adni, hogy el kell ezt hagyni. Ez legalább egy kicsit biztonságos. Arra kell rájöjjek, hogy lehet egyébként földbe fog állni, de semmi baj, ki tud az űrhajóból ugrani. Szóval legfeljebb az űrhajót nem kapjuk vissza. Nem jó ez őszintén, de hát most... Most na. Aj. Gyorsítsak. Csukott szemet tolk akkor. Ó, sikerült, esküd csukva volt. Na, és mindjárt megláthatjátok, mit csinál a légmozgás. Nem a légmozgás, a légellenállás, látjátok? Semmit nem nyomok meg, hiszen az látszódna, hogyha itt, látjátok, ez mozog, szóval lehet látni, hogy mit én nyomok meg. És látható tisztán, hogy az űrhajó elkezd egy irányba menni. Nos, hogy lehetne bonyolultan elmondani, de lényeg az történik, hogy a minden lusta és az űrhajó is, szóval, ja, megy ide-oda. Ilyen egyszerű, nincs ebben plusz dolog. Ott is van az űrállomás. Kicsit messze mentünk. Főleg azért, mert csálé volt a pálya, meg a föld mozog. Oh-oh. Na. Hú, hogyha rossz irányba megyünk. Ja, jó nem. Jó, sikerült. Csak hogy tudjátok, ki lehet könnyedén számolni, hogy ez több ezer Celsius fok. Kérdezi bárki, hogy miért nem olvad meg a vas. Azért, mert ezek általában nem fémből vannak. Szóval gondoltak, hogy ez nem fém, amit így alul látná. Pontosabban ez igen. De a való életben ilyenkor olyan anyagot használnak, ami nem is igazából csak égni tud. De hogyha nincs oxigén, akkor csak rohadtul megég. Meg ilyen különböző nehéz belemenni, hogyha nem akarsz komplett fizikát mondani, meg kémiai dolgot. Így is kémia, meg fizika, de így egyszerűbben. Még az történik, hogy nem fémet használnak, amik csak a, nem tudom, az ilyen durvábbak bírnák ki. De azok vagy súlyosak, vagy túl drágák. Jó ültetésben minden drága, de nem tudhatod, hogy miért. Azért, mert ezeket tudják, vagy azért, mert alapból drága. Na, mindjárt le is érkezünk. Na, ha nincs itt senki benne, üres az egész. Szóval látjátok, meg is van oldva. Ja igen, egyébként, ha jó... Ja, mert nem! Nem, ezek maxosak, tényleg elfelejtettem beállítani, de mindegy. Tegyük fel, nincs sok tapasztalat itt csak gombokat kell nyomkodni. Valóságban van, de itt nincs. Na, mindjárt kinyílik, kicsit. Hangok folyam furák, na mindegy. Szóval, ja. Na mindjárt leérkezünk, már csak hát egy idő. Ha, tudok csukott személyzeni? Ó, ez sikerült! Ó, de jó. Boldog vagyok. Na szóval. Legközelebb egy kicsit komolyabban kell venni ezt, mert épp hogy megúsztuk már, mint valljuk be. Ha nem magasabban lettünk volna, akkor izé. Kedi bárki, mi állítom ki, a játék szeret megbolondulni. Ami azt jelenti, hogy tönkreteszi a fizikát, a játék figyelmeztet is. Jó, megértem, nehéz leprogramozni valamit ennyi változóval. De a lényeg az, hogy most van pontunk, és a rakéta egyben maradt, szóval király. Na most választhatunk, mert csak egyre van pénz, sőt itt valami külön áru is van. Vagy túléljük, vagy erősebb rakétával megyünk. Én azt mondom, erősebb rakéta, mert eddig nem vettük volna észre, hogy életveszélyben lettünk volna. Plusz mindig ki tudunk ugrani az űrhajósra, akinek van beépített dolgai. Lehet kézzel most ez lesz a végső űrhajó. Na, náhogy ez lesz. Csak nyilván hosszabb. Lehetne így csinálni, de nem. Miért nem pénz számít, de így most így is jó, így jó? Így beindul. Jó.
Itt már figyelni kell, emiatt rakjak szárnyakat. Ez nem csak nem lehet bele baj. Sűrpontja az, hát magasabban van, na ez baj. Mit csinálunk? Oho! Csak mint látható nincsen erre rendes tetőnk, szóval hogy oldjuk meg? Ugye milyen jó ötlet. Ah, de még rohadt súlyos ez haló. De nem lesz sok minden. Ha, meg is lett oldva. Hát mondom, ki így csalja a legjobb, de mindegy. Jó, ez kiég, aztán ez. Ezek kinyílnak. Aztán ez kiáll. De válaszhatnánk más űrhajóst, meg kettő beleférne, csak ne felejtsük, hogy hiába nyílnak ki az elnök, nem biztos, hogy a játék úgy fogja értelmezni, hogy adnak életben kell maradni, miért lehetséges, hogy fel fog robbanni, amíg nem figyelünk. Ezt meg nem akarom. Szóval, ja. Kilövés! Na ez már kicsit lassabban megy, de biztosan. Na, valamit mozog. Ez nem jó. Na. Aztán ez. Na, magasra megyünk mi. Nagyon magasra. Jó, és... Igen, itt vékonyabb a izép, szóval lehet egy kicsit nem leszünk olyan stabilak, de ahogy nézem, de... Viszont nekem nagyon nem tetszik ez, hogy ilyen gyorsak vagyunk. Ami jó lenne, de most jelenleg nem jó. Legalábbis itt nagyon durván rászkódik valami. De semmi baj, ne féljetek. Én vezetek, szóval egybe maradunk. A csend. Megnyugtatlak titeket, hogy itt vagyunk. És figyeljetek egy trükköt. Jó, itt elég magasan vagyunk, szóval ez jó lesz. Azért most már nagyon magasan vagyunk, hát gondoljunk bele, hogy ez... Már magasabbak vagyunk, mint néhány szonda, amit kilőttek, csak az energiánk így ment, és nem így. Oké. Minden jó, semmi jó. Whee! Ja nem, a játék lassít. Mondom, lassít! Látjátok, mindenki de SpaceX, egyben visszajövök én is. Ez lehet nem lesz a legjobb, de Na, ezt akartam elkerülni. Jó lenne. Breakdance-eljünk. Mi volt ez? Ez mi volt? Bah! Esküszöm, nem játszok el. Tényleg, mert nagyon megijedtem. Ups! Hát ez gyors volt! És most komolyan... Ne! Mit tettem? Látjátok, figyelmetlen voltam. Nem néztem, hogy melyik lesz forrósodik fel. Ahogy nézem, a kabin volt. Aj, de nem jó ez. Aj, ez nem jó.
Hát ez nem jó. Hát ez baj, elvesztettük a pilótánkat. Milyen jó, hogy van még egy pilótánk. De ő az utolsó, szóval... Ha ott baj lesz... Na, megvárom, hogy kimenjek teljesen innen. Akkor több erővel tudok felmenni. Lehet ki, ez nem veszélyes, és arra jöttem, hogy depp, szóval kicsit csináljunk valami jobbat. Csináljunk valami olyat, aminek örülnek is, ha kilőjük. Szóval nem egy hulladék, hanem valami, amit lehet műholdnak szídni. Nézzétek! Ugyanazt a pályát megcsináltam, csak nem olyan magasan. És... Na így fogunk menni egy darabig. Fontos, a játék nem vált át, szóval ha atmoszférán belül csinálod ezt, akkor... Ja, akkor így marad, ami egy kicsit jó, mert közben tudsz interaktálni vele, és a fizika mondhatjuk, hogy megmarad. Hogy ez még nem fontos funkció, szóval be lehet állítani, amikor akarod, nem tudom. Szomorú. Ja nem, nem, ma megijedtem, hogy az volt, amit leengedtünk, és akkor nem, de ez az volt, amit ugye lelőttünk, hogy miért hűhajó, hát azért, mert kapszulákkal oldotta meg a végét, hogy mi tört össze, az nem tudom. Valószínűleg nem nyíltak ki az elnyők. Nincs itt hiba határ, vagy ilyesmi, csak ha a játék nem érzékeli a fizikát, akkor kicsit rossz. Na mindegy. Ez kicsit szomorú, hogy elvesztettük, de mindegy. Milyen jó, hogy ez nem a valóságban volt, ez csak egy játék, de akkor is eléggé nagy balfácánkodás volt ez. Köszönöm már a kedvem, hogy nem fog elfogadni. És tényleg? Akkor lehet magasabbra kellett volna menni. Obscured? Nem áll, semmiért nem tudok most kimenni. Ilyen nincs! Haha, meg prank. Ez mi? Ez mi? Ja tényleg nincs SAS. Vagy SAS. Ha így hívjuk. Hí, hát ez nem illem. Nem mondani azt, hogy G hatás hatra, de forgásnál nem programozták be. Pedig valóságban hatna. Nem is kicsi, szerintem ez már eléggé durva alap. Jól látható, hogy több mint 1000 méterre zuhanunk le másodpercenként, ami egy kilométert jelent, hogy ez mennyire durva, hát az annyit tudjuk, hogy 4 perc múlva ott leszünk. Na mindegy, Yippee! Na, mindjárt látható lesz, hogy mennyire durva. Durva, hogy még maga az izé is, kamera is mozog ide-oda. Eléggé ijesztő lehet abban. Számomra az érdekes, hogy eddig... Na jó, ilyet nem játszunk.
Jaj, ez nem jó. Ez nem volt jó ötlet. Na, mondhatjuk is, hogy ez a videó vége. Még ki nem találom, hogy ezt hogy lehet megoldani. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet. Lesz még később. Hello!